Barangolásunk a Zsoltárok könyvében odáig ért, hogy lassan az egész iratgyűjtemény harmadával végzünk, de még egy híja van ennek, hiszen a mai Zsoltárunk a 49. Zsoltár, ami elmúlik, és ami biztos ebben az életben. Ezzel a szembeállítással foglalkozik Kórá fiainak ez a Zsoltára, a 49. Ami egyébként a Zsoltárok könyvének második gyűjteményében, az utolsó Zsoltár kóráfiai Zsoltárai közül. Hallgassuk meg, mi az, ami elmúlik, és mi az, ami biztos maradandó az emberi életben. Halljátok meg ezt, mint ti népek, figyeljen, e világ minden lakója. Közemberek, főemberek, gazdag és szegény egyaránt. Szám bölcsességet beszél, szívem elmélkedése értelem. Példabeszédre fordítom fülemet, hárfa szóval kezdem rejtvényemet. Miért féljek a gonosz napokban, amikor nyomorgatóim bűne vesz körül, akik gazdagságokban bíznak és nagy vagyonukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg testvérét, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Mivel a lélek váltsága drága, végképp le kell mondani róla. Még ha örökké élne is, és nem látnám meg a sírgödröt, de meglátja a bölcsek is meghalnak, a bolond és ostoba is elvész. Gazdagságuk másokra marad. Azt gondolják, hogy házuk örökké megmarad, és lakóhelyük nemzedékről nemzedékre. Földjüket magukról nevezik el. Pedig az ember akkor sem marad meg, ha tisztességben van. Hasonlít az állatokhoz, amelyeket levágnak. Ez a bolond sorsa és követőik mégis gyönyörködnek a szavukban. Mint a juhok úgy kerülnek a sírba, a halál legelteti őket, és reggel már az igazak uralkodnak. Alakjukat elemészti a sír, nem lesz lakásuk. Csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből, mikor magához ragad engem. Ne félj, ha valaki meggazdagodik, ha házának kincse gyarapszik, mert semmit sem vihet el magával, ha meghal, kincsen nem száll utána. Ha életében áldottnak vallja is magát, és ha dicsérik is, hogy jót tett magával, mégis atyái nemzedékéhez jut, többé soha sem lát világosságot. Mert az ember, ha tisztessége van is, de nincs okossága, hasonlít az állathoz, amelyet levágnak. Akár talán szomorkásnak is mondhatnánk ezt a zsoltárt, pedig koráfiainak nem ez lehetett ezzel a célja, és ez az indoklásokból és a magyarázatból ki is derül. Egyszerűen csak azt szeretné a zsoltáros, hogyha nem olyasmitől félnénk, vagy olyasmiben bíznánk, ami mulandó. Éppen ezért sem félni tőle, sem bízni benne nincs értelme. A vagyon nem sok mindenre jó. Sőt, bár itt az életben egyes helyzeteket meg lehet vele oldani, vagy akár a életünk napjait is, ha az egészségünkről szól. A meg lehet vele hosszabbítani, de mindez csak hamis biztonság, mert végső soron az élet meghosszabbítása még nem az örök életet jelenti. Az Isten örök életet ígér az őt szeretőknek, a benne bízóknak, a vagyon azonban legfeljebb csak a földi siker, karrier vagy szomorúság, gonoszság meghosszabbítására alkalmas. Tehát hamis biztonságnál egyébre nem alkalmas, hogy adjon nekünk. Halljátok meg ezt, minti népek, figyeljen el a világ minden lakója, kezdi a Zsoltáros, és talán meg is lepődünk első hallásra ezeken a szavakon, mert miért kell ezt elmondani, közemberek, főemberek, gazdag és szegény egyaránt figyeljen ide, szám bölcsességet beszél, szívem elmélkedése értelem, a korabeli jókori bölcseleti beszédeknek ez egyfajta bemutatása, formális bevezetése, ahogyan példabeszédek könyve is kezdődik, amikor valaki valami fontosra hívja fel a figyelmet, valójában olyan dologra, amivel a legtöbb ember nem akar szembenézni. Ez a zsoltár is ezért kezdődik így mert nem akarunk szembenézni azzal a tényel, hogy újra és újra azt gondoljuk, hogy abban bízhatunk, ha épül a ház, abban bízhatunk, ha dúzzad a bankszámla, a bankbetét, az ad biztonságot, hogyha emberek tapsolnak és kitüntetnek bennünket. Pedig olyan megrendítő a Zsoltár refrénje, a bölcsek is meghalnak, a bolond és ostoba is elvész. És az ember, akkor sem marad meg, ha tisztességben van. Hasonlít az állatokhoz, amelyeket levágnak. Miért féljek a gonosz napokban, kezdi a hatodik versben a Zsoltár író, amikor nyomorgatóim bűne vesz körül, akik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekszenek. És a Zsoltár talán legfontosabb két verse következik. Hiszen senki sem válthatja meg testvérét, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Mivel a lélek a drága, végképp le kell mondani róla. Ebben a rövid két versben, a nyolcadik és kilencedik versben egy kulcskifejezés háromszor is visszatérő szó szerepel: váltság, váltságdíj, megváltás. Senki sem válthatja meg testvérét. Még ha lenne is vagyonom, nem vagyok arra képes, hogy egy embernek is életet adjak. Talán esetleg életet hosszabbíthatok, de az emberi élet megváltása. Nos, ez a mai napig. A zsoltár szerző után három évezreddel a tudomány elképesztő, robbanásszerű, elmúlt hetven éves fejlődése után sincs az ember birtokában. Senki sem válthatja meg testvérét. Senki sem tud gondoskodni egy másik ember életének, a megtartásáról, a visszaadásáról nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Talán kicsit olyan szomorú és ijesztő is, ha csak a Zsoltáros ennyiben hagyná, de szerencsére tovább is fogjuk olvasni a Zsoltárt, és szembesülünk majd a megoldással, mert azt mondja, hogy nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Egy ember az emberi életet, sem a magáit, sem a másikét nem tudja visszaváltani a sírtól a Zsoltár egyébként kulcskifejezése, legtöbbször szereplő kulcs, szava, sír, ahogyan erről a, a fordítás is tanúskodik, az a hely, ahonnan nincsen visszatérés, mivel a lélek váltsága drága, végképp le kell mondani róla. Ha a világ összes vagyonát, aranyát, ezüstjét, valutáját összegyűjtenénk, mégis egyetlen egy ember életér oda téve a lezárt koporsó mellé, sem lenne elég, hogy az az ember újra örvendezve életre keljen. Kemény, szembesítő igazság ez a mai ember, a mai tudományos ember, a mai jóléti ember számára, mivel a lélek váltsága drága, mivel az ember nem tudja ezt visszafizetni, megfizetni Istennek ezt a váltságdíjat, végképp le kell mondani róla. És a zsoltáros ezek után hosszan taglalja még, hogy ha az ember örökké is élne, és nem látná meg a sírgödröt, kezd bele egy gondolat kísérletbe, hogy azután lecsapja ezt a lehetőséget a 11. versben, és azt mondja, de meglátja, mert a bölcsek is meghalnak. Bolond és ostoba egyaránt elvész, gazdagságuk másokra marad, azt gondolják, hogy házuk örökre magmarad, lakóhelyük nemzedékről nemzedékre, földjüket magukról nevezik el, pedig az ember akkor sem marad meg, még ha tisztességben van. Hasonlít az állatokhoz, amelyeket levágnak. Az emberi élet önmagában való értelmetlensége nem kell, hogy elkeserítsen bennünket, de a zsoltáros szerint egy dologra mindenképpen nagyon hasznos, hogy elgondolkodtasson bennünket. Bölcs és bolond elvész, gazdag és szegény, minden vagy semmilyen másokra marad. Azt gondoljuk, hogy a ház örökre megmarad, előttem van a frissen bepucolt épület a felállított kerítés, a kijavított tető, és azután évtizedek múlva visszamegyek gyerekkori helyszíneimre, élethelyszíneimre is, látom a házakat megrogyva, lakatlanul, hallom az éneket, a zenét, a nevetést, ami egy családi ünnep alkalmála alatt volt, és most nézem a betört ablakot, a levert zárat, és sétálok egy üres, elhagyott házban és épületben, mert az emberi maradandóság lehetetlen, lehetetlen, hogy ezt megteremtse az ember önmaga számára, még ha magáról nevezi is el, ahogy a Zsoltáros mondja, és ha tisztességben is élt. Olyan megrendítően szépek a Biblia bölcseleti könyveinek az élettel, a halállal, a mulandósággal és a maradandósággal kapcsolatos, igazán reális és hitben fogant gondolatai, a Prédikátor könyve második fejezetében olvashatjuk például a 19. verstől a 21. versig terjedő szakaszokat, csak szóban idézném itt, szintén így kezdi ott a példabeszéd szerzője Bölcs Salamon, hogy az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatok végéhez. Ugyanaz a lélek, ugyanaz az élet lehelete, ez a kifejezés szerepel ott a szövegben, van mind a kettőben, és vanitátum vanításza, hogy mondja Bölcs Salamon, minden hiába valóság. Az az a hiába valóságok, hiába valósága, hogyha az ember ebben a földi életben keresi a maradandót. Hiszen, ugyan ugyan itt a Prédikátor könyve 9. fejezetében a 6. verstől a 8. versig terjedő szakaszban kivonatosan idézem csak a mondatait, jobb egy élő ebb, mint egy meghalt oroszlán. Hiszen akik meghaltak, akik a sírban fekszenek, immár semmit sem tudnak mind az ő szeretetük, mind az ő gyűlöletük, mind az ő fáradozásuk, az ő felgerjedésük, mondja a régi és Károly szöveg, mind, mind semmi vélet. A halál, a sír ténye el kell, hogy gondolkodtasson bennünket a valódi értékek felől. Hiszen senki sem válthatja meg testvérét, nem adhat érte váltságdíjat Istennek, mivel a lélek váltsága drága, olvastuk a 8. és 9. versekben de akkor mit mond a Zsoltáros? Mi a reménység? Csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből, mikor magához ragad engem. Ebben az egyetlen egy versben, a 16. versben van benne a Zsoltár kulcsmondata. Csak Isten. A másik kulcsmondat, a 8. vers, így kezdődött, hiszen senki. A 16. vers éppen 8 verssel később, így válaszol, csak Isten. Hiszen senki sem válthatja meg testvérét, nem adhat érte váltság díjat Istennek, mintha nekünk kéne valahogyan összegyűjteni a világ összes vagyonát, hogy legalább az igazakat életre kelthessük. Erre azt mondja a 16. vers. Csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből, mikor magához ragad engem. A halál elragadja az embert. Azt olvastuk a 15. versben, mint a juhok úgy kerülnek a sírba az emberek, a halál legelteti őket. Egy csillapíthatatlan, étvágyú szörnyként mutatja be a szentírás a halált. A kanániták számára ezt az Istent úgy hívták, hogy mót, a neve azt jelenti, hogy halál. Volt egy ilyen mondat közöttük, hogy ne közelíts, mert elnyel, mint egy bárányt. Azonban a Zsoltár író azt a bűneset óta adott Isteni evangélium szerinti reménységet erősíti meg, amit már Ádám és Éva is hallhatott. Isten elküldi a megváltót, a szabadítót. Elküldi az asszony magvát, aki a kígyó fejére tapos. Ezt a rettenetes csillapíthatatlan étvágyú szörnyet elpusztítja. És Isten kiváltja a lelkemet a halál kezéből. Megrendítően szép, hogy a Zsoltáros egyes szám első személyre vált ebben a mondatban. Azt mondja, mikor engem is megragad, mert magához fog ragadni engem is a sír. Mót engem is magához akar vinni örökre, de Isten ki tudja váltani lelkemet a halálból. Péter Apostol majd az első levele, első fejezetében, a 18. versben fogalmazza meg azt a gyönyörű mondatot, hogy nem aranyon vagy ezüstön váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren. A hibátlan, szeplőtlen bárány Jézus vérén váltattatok meg. Ne félj hát, mondja a Zsoltár, ha valaki meggazdagodik, ha házának kincse gyarapszik, mert semmit sem vihet el magával, ha, ki, ha meghal kincse, nem száll le utána, mert az ember, ha tisztessége van is, de nincs okossága, hasonlít az állathoz, amelyet levágnak, fejeződik be a zsoltár. De miért ne lenne okosságunk? Miért ne lenne bölcsességünk? Miért ne fogadnánk el azt a nagyszerű ígéretet, amit itt az Ige megfogalmazott a 16. versben? Csak Isten, de Isten bizonyosan megválthatja életemet a halál kezéből. Az Isten az az Isten, aki az embert kimentheti ebből a reménytelenségből. Isten kétszer jelenik meg a Zsoltárban. Egyszer, mint akinek nem tudjuk kifizetni a váltságdíjat. Másodszor a 16. versben, mint aki maga fizeti ki a váltságdíjat. Isten váltja ki lelkemet a halálból. Mennyit ér Istennek az én emberi életem? Miközben az évek múlásával a társadalom egyre inkább úgy áraz be, hogy cserélgeti rajtam a árcédulát, és bizony azok az árak egyre csökkenő értéket mutatnak a munkaerőpiacon, már nincs rám úgy szükség, az egészségbiztosítónak már csak a pénzét viszem, egyre többet ücsörgök az orvosi várórendelőben, az emberek elmennek mellettem, és a testi jelek, az őszülés, a gyengülés, a fájdalmak is azt mutatják, hogy barátom, a sír téged is elnyel. Az ember, aki Istenben bízik, tudja, hogy Istennek nagyon sokat érek. Tudja, hogy Isten nem aranyon, vagy ez Isten váltott meg engem, hanem a, a tartta értem. Csak Isten válthatja ki lelkemet, és a Zsoltáros ezt még úgy írta, hogy Isten kiválthatja, az új szövetségi bibliaolvasó ember pedig így olvashatja már, hogy Isten kiváltotta. Péter Apostol már azt írta, a megváltás megtörtént. Jézus Krisztus lefizette az árat. És az ember, akinek van okossága, nem hasonlít az állathoz, amelyet levágnak, hanem hasonlít ahhoz a reményteli Isten gyermekéhez, aki tudja, hogy az én megváltóm utoljára az én porom felett megáll, jobb könyve 18. fejezetében olvashatjuk. És én magam látom, meg magamnak az én szemeim látják meg őt. Ez a reménység legyen velünk mindenkor. Ez a reménység adjon nekünk, mindig megváltást, már most is a rossz gondolatoktól, a rossz érzésektől, a mulandóságtól, való félelemtől. Isten, ami megváltó.